A gyerekek farsangja után a szülőket, pedagógusokat várta bálozni a Bezerédi Általános Iskola és Diákotthon. A rendezvényt angol keringővel nyitották meg a diákok, akik a táncot örömmel vállalták, és a bemutatóra lelkesen készültek felkészítőik, Horvátné Schmidt Gabriella és Adorjánné Kónya Gyöngyi segítségével. A nyitó táncot három produkció követte, az ifjú előadókat nagy tapssal jutalmazták a bálozók. Ez a második jótékonysági bálunk. A célunk az, hogy a szülők és a pedagógusok fehér asztal mellett találkozzanak. Egy kicsit mégiscsak másabb a hangulat, mint egy fogadóórán vagy egy szülőértekezleten, és talán több mindent megtudunk egymásról, több mindent megtudunk a gyerekekről, ami majd hasznunkra lehet, meg egyáltalán a kommunikáció egy kicsit oldottabb, kötetlenebb. A másik célja pedig az, hogy egy kis pénzt is gyűjtünk az alapítvány számára. Az intézmény alapítványa jelentős segítséget biztosít az iskola működéséhez. Támogatja a tanulmányi versenyeken való részvételt, a kirándulásokat, a nyelvi és a sítábor megszervezését. Emellett eszközfejlesztésre is anyagi támogatást biztosít. Tavaly a vizuális tanterem korszerűsítésére fordították a bál bevételének egy részét, az idei cél is hasonló. Az iskola tavaly évben pályázott egy TIOP-os uniós pályázatra, amit meg is nyertünk. Ennek kapcsán szeretnénk bővíteni az iskola informatika szaktantermének a felszerelését. A bál csak az egyik lehetőség, ahol az iskolai élettel, gyermekeik tanáraival ismerkedhetnek a szülők. A beiskolázási sorozat is a családok számára szerveződik, és a tanév hátralévő részében is több alkalom lesz még, ahova diákjaik mellett az anyukákat és apukákat is várja az intézmény. Ebben az évben ünnepeljük iskolánk 120 éves jubileumát, a március ennek jegyében fog eltelni, jövő héten Tumpek Györgyi kolléganőnk önálló kiállítása lesz fent a Csengei Dénes Kulturális Központban. Azt követő hetekben itt a polgári iskola épületében lesz egy iskolatörténeti kiállításunk, illetve a vizuális osztályos tanulóink alkotásait mutatjuk be, és március 22-én lesz egy gálaműsor, amivel ezt a rendezvénysorozatot zárjuk. Májusra tervezzük a Bezerédi Tavaszi Fesztivált, hasonlóképpen az elmúlt évhez. A bál bevételét a belépőjegyek árai mellett a tombola felajánlásoknak köszönhetően befolyt összeg is növelte, az iskola ezúton is köszöni a segítő támogatásokat.